esküvői jegyzet a fiamnak. Hát egyrészt azt mondta az angol tanárom, hogy minek, tehát hogy minek teszek rá egy ilyen rövid instrumentális számot, hát ez azt fogja gondolni a hallgató, hogy eleve kevés szám van a lemezen, és egyet erre pazarolok. De egyébként úgy született, hogy megírtam ezt a számot, és Sallai Laci azt mondta, hogy ez olyan, mint egy Randy Newman szám, Cherokee Wedding, A Memo to My Son. És én azt hittem, hogy van egy ilyen Randy Newman számnak, ez a cím, hogy Cherokee Wedding, Memo to My Son. És aztán kiderült, hogy igazából az egyik számnak, amit mondott, nem ez a címe, és ez egyébként két szám. És akkor gondoltam, hogy nekünk viszont legyen egy Cherokee esküvői jegyzete a fiamnak című számunk. Hát ez mondanom sem kell, a Galaxisok egyik legnépszerűbb száma, több millió lejátszásnál jár a Spotify-on, és azóta is mindenki imádja. Gondolom, hogy sokaknak ez a kedvence, és erre vár mindenki. Van még esetleg kérdésetek dalszövegekkel kapcsolatban? Mire gondolt a szerző? A Tisztító Tűznek minden egyes sorát el tudom mondani igazából. Eljátszom a Tisztító Tűzet, aztán elmondom.